Nyugat-Európa nagy részén javul a járványhelyzet, ha ez nem is hoz egyenletes és gyors változást. Az államok egymás után jelentik be, hogy elkezdik visszavonni a rendkívüli intézkedéseket. Egy madridi kórház egyik kórtermnek kiürült, elbocsátották utolsó Covid betegüket is, ami egyelőre felfoghatatlan az ott dolgozó orvosoknak és ápolóknak. Egyikük azt mondja, hogy abban a kórházban az volt az első hét, amikor több koronavírusos beteget engedtek haza, mint ahányat felvettek. Nagyon reméli, hogy már csak a gyógyultak elengedése lesz a dolguk. A kormányok ugyanakkor megfontoltságot kérnek mindenkitől, mert a vírus nem tűnik el egyik napról a másikra, sőt, a kutatók szerint még jó ideig számolnunk kell vele. Madrid elsőként a gyerekeket engedi ki a szabadba, de a kijárási tilalmat egészében nem oldja föl. Az ugyanis épp most kezdi el igazán éreztetni hatását. Az Egyesült Királyságban erről még nincs szó. Az újonnan regisztrált fertőzöttek napi száma megközelítette a 6000-et vasárnap. Gavin Williamson oktatási miniszter arról beszél, hogy addig nem enyhíthetnek a szigoron, amíg nem biztosak abban, hogy van elegendő teszt és lélegeztetőgép is arra az esetre, ha mostaninál több kellene, mint kettőből. Lényegében arról van szó, hogy addig marad a kijárási tilalom, ameddig feloldásával a járvány újabb hullámát kockáztatnák. Franciaország is megpróbál visszatérni megszokott hétköznapjaihoz májusban, miután jelentősen csökkent a járvány súlyos eseteinek és halálos áldozatainak száma is. De a kormány ott is arra figyelmezteti a lakosságot, hogy a járvány még nem múlt el. A gazdaság talpraállítása még csak Ausztriában és Németországban került napirendre. Az osztrák kormány a hónap végére ígéri az éttermek és a turizmus számára fontos létesítmények újranyitásának menetrendjét.